Szervusz, Marikám, én vagyok az. Mi? Hogy ki vagyok? Hát a szomszédod, a szomszéd Panika, a szomszéd Bóhe. Mi? Hogy nem ismerted ezt a számot? Hát pedig nekem csak ez az egy szám van, amivel szoktam beszélni, meg néha harapok valamit, ha benn van a fogsorom. Mi? Ja, hogy nem ezt a beszélő meg harapó számot nem ismerted, hanem a telefonszámot. Hát az persze, hogy nem ismerted, mert hogy most a modultelefonomról hívlak, hát mert van nekem, tudod, ez a modultelefonom, csak nem szeretem, mert ha hínak rajta, akkor nem olyan szépen csöng, mint a vonalas telefon, vagy a vezetékes, hanem csak fütyül, mint az utca is, cici. Hát, na de nem is az a lényeg, Marikám, hogy én ki vagyok, hanem az, hogy kivel tanálkoztam. Mi? Hogy kivel? Hát ez az, hogy most már én sem tudom, hogy kivel, mert először még tudtam, hogy kivel tanálkoztam, úgyhogy szépen kedvesen rá is köszöntem, hogy de meghíztam Mártikám. Nos, én akkor már láttam, hogy ő nem tudja, hogy én ki vagyok, mert csak bámultam értetlenül, mint éhes kisbornyú a bikára, hogy azt nem is köszön, csak annyit mondott, hogy szervusz, meg utána azt mondja, hogy de hát most fogytam több, mint 20 kilót. Mondtam, igen, hát nem látszik meg rajta te, jó, titkolod. Hát biztos előttel őrködsködöl. Meg nem elégni kéne a pénzt, Mártikám, hanem új otthonkát kéne venni ezek helyett a rossz régi rossz göncök helyett. Te, hát, igen. Azt tényleg mondom neki, hogy a hivatalnál dolgozol még, Mártikám. Na, azt erre átmélt kacsába, mert elkezdett hápogni, hogy hát. Na, azt szerencsére még kihápogtam, mielőtt elrepült volna, hogy hát de soha nem is dolgoztam a hivatalnál, mert hogy az iskolán konyhán dolgozok több mint 30 éve. Hát mondom, igen. Hát akkor azért híztál el ennyire, te. Hát biztos eleszed a gyerekek elől az ételt, mi? Meg hordott haza a férjednek, mi? Tényleg mondom, a férjed jó van, Mártikám. Na, azt képzeld el, akkor meg hazudott, mint a folyóvíz, mert azt mondja nekem, hogy hát nekem nincs is férjem. Mondom, úristen, csak nem meghalt Mártikám. Nos, hiába átlejjem, még neki átfejjem. Hát azt mondja, mondom, hogy nincsen férjem. Mondom, jó, hogy elváltatok, Mártikám. Nos, nem elég, hogy ott hagyta az udát, Marikám, nem elég, hanem még elkezdett hecsiáskodni, meg kajabálni, hogy nem érted, hogy nincsen férjem. Sőt, nem is Márti vagyok. Mondom, nem Márti vagy, Mártikám. Azt mondja, nem. Biztos, Mártikám, biztos. Hát akkor mondom, nem is ismerek, akkor minek tartasz fejcsezd meg. Azt úgy ott hagytam, hogy elgyűjtem, hát. No, de nem is az a lényeg, hanem hogy este kit láttam, Marikám. Mi? Hogy kit? Hát ez az, hogy azt még már tényleg nem tudom, hogy ki volt, hát mert úgy volt, hogy bementem este a szobába, hogy mondom, átértezek, azt milyen sötét volt, felkapcsoltam a villanyt, azt úgy voltam vele, hogy leengedem én a rejlőnt, hogy ne bámulják az én átadtam pongyalás testemet, kiérzett pervers férfi tekintetek, nőiek, meg pláne, ne? Azt úgy engedtem volna le a rejlőnt, mondom magamnak jó hangosan, hogy én is halljam, mert hátul meg kajabált a szüleimmel, hogy nézzék ki még egyszer az ablakon, Pannikám, hogy ne maradjál le semmiről. No, azt kinéztem, azt mit láttam kit? Hát, no. Hát képzeld már el, egy ilyen csúnya felkendős öregasszony, na, ilyen emberfejű, így bámul befelé rám, lesett befelé az ablakó. Hát. Hú, te, ezen én úgy meglepődtem, hogy ő is, úgyhogy percigig csak bámultuk a farka szemét egymásnak, hát azt én ocsúttam fel először, azt elkezdtem vele kajválni, hogy mit képzelsz te magadról, te pervez disznó, mondom, mindjárt kimenek, azt úgy elvellek, mint apát kártyán a családi portlékot. Nos, az volt a szerencsém, hogy olyan gyorsan megpördültem, hogy kiszaladjak, hogy a szemgolyóim még ott maradtak, azt láttam, hogy ő is megpördült, azt ő is elszaladt. Úgyhogy kint már csak a helyit tanáltam hűve, hát visszajöttem, megint kinéztem az ablakon, azt megint bámult rám, az egy csúnya felkendős emberfegyő öregasszony. Úgy megint megpördültem, megint kiszaladtam, akkor mely jobban ki volt hűve a helye? Hát, azt vagy 5-6-szor kirantam, a papa meg csak röhögött. Hát mondom, ne röhögjél, papa, nem a te csofa testemet bámulják, kiérzett, pervez, felkendős emberfegyő öregasszonyok. Azt azt mondja, papa, hogy a tiedet sem mama, mert hogy csak a saját tükörképedet látod az ablakba, úgyhogy magaddal fogócskázol több mint 5 meg 6 perce. Hát. De hát nem igaz, mert múltkor, nincs igaza, múltkor láttam a tévébe, hogy mondták, hogy a történelem ismétli magát, azt látod? Ehem van-e? Régen az igazságos Mátyás leskelődött áruába, most meg az a mocsok gizie. Hát. Na de leteszlek, Marikám, mert a papát még le akarom cseszni, mielőtt elmegy a kocsmába elszökik. Na, szevasz, jó légy, szevasz. Papa! Papa! Béla! Elszökött ma! Elszökött ki a fene a pofán! Nem érdekel! Én akkor is elmondom neked, amit akarok! Ha itthon vagy, ha nem, de ha hazaidest meg áll, én kikérdezlek ott, ha nem tudsz valamit, amit én mondtam, akkor kapsz a pofán a fene a pofára!